Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az aktuális című adásunk, és nagy tisztelettel köszöntöm vendégünket, Sárközi Miklóst, ironistát, történészt, a Károli Gáspár Református Egyetem docensét. Jó napot kívánok! Köszönöm, jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Beiktatták az iráni elnököt, az új elnököt, és hát ezen az eseményen, vagy az események után pontosabban egy csapásban meghalt a Hamas politikai vezetője. A csapást pedig Izraelnek tulajdonítják, Izrael hajthatta végre ezt a csapást, és hát Iránban is nagy felbojdulást okoztak ezek az események. Szeretném itt az legelején kezdeni, egyrészt azzal, hogy maga az a tény, hogy ez azon a napon történt, amikor az iráni elnököt beiktatták. Mit üzen Iránnak, hogyan fordították le, és hogyan kommentálták ezeket az eseményeket? Igen, ez egy nagyon, hát nevezzük úgy, hogy egy nagyon érdekes esemény volt. Soha ennyire nehezen nem indult szerintem egy aktuális iráni elnöknek a ciklusa, mint ahogy Masoud Pezeshkiani, vagyis a beiktatása utáni éjszakán, iráni idő szerint éjszaka 2-kor, ugye ez magyar idő szerint van éjfél, 12 körül, hát nevezzük úgy, nem teljesen tiszta körülmények között meghalt, életét vesztette, meggyilkolták Ismail Haniyét. Ez sok mindent jelent. Tehát Irán elsősorban azt az üzenetet közvetíti, hogy kérdésére fókuszáljak, hogy az a fajta elrettentési kapacitás, amit Irán az áprilisi iráni-izraeli miniháború után magának vindikált, ugye amikor Irán drónok százaival támadt Izraelre, az nem működik. Tehát amennyiben Izraelnek tulajdonítjuk ezt a támadást, erre nincsen bizonyíték, tehát az izraeli hatóság ezt nem jelezték, de nyilván sokan, a legtöbb elemző ezt gondolja. Tehát azt gondolom, hogy az első fontos dolog, hogy az a fajta elrettentő hatás az nem működik Irán számára. Kettő, ez egyfajta megalázás is, mármint olyan értelemben, hogy Irán szívében, az iráni fővárosban azon belül egy fokozottan védett, zárt észak-teheráni, az iráni forradalmi gárdához tartozó komplexumban történt ez az esemény, amelynek a technikai katonai részletei mindmáig nem világosak, hogy itten pontosan mi robbant föl, milyen harci eszközzel hajtották végre, ez még nem teljesen világos, csak találgatások vannak, hogy honnan indult ez a lövedék Iránon belülről, vagy kívülről, Teheránból, szomszédországból, egészen különböző verziók röpködnek. A harmadik fontos tanulság szerintem az, hogy Pezeshkiannak nehéz dolga lesz, nehezebb lesz annál, mint amire ő számított, amennyiben ugye Irán nyitottságát akarja hangsúlyozni bármifajta nyugati vagy nemzetközi világban való visszacsatlakozáshoz, hiszen egy ilyen látványos és kemény katonai akció, amivel megölték Haniyét, ugye után az iráni politikai elit és az iráni radikálisok is bosszúért kiáltanak. Ha pedig ez a bosszú bekövetkezik, akkor ugye hát nem, minden téren nehéz lesz diplomáciailag azonnal mondjuk az amerikaiakkal valamifajta atomalkú tárgyalásokba bocsájtkozni, vagy bármifajta diplomáciai enyhülést kezdeményezni. Tehát aki ezt ugye végrehajtotta, vagy elgondolta, nyilván kalkulálhat azzal, hogy esetleg most Irán próbál kimozdulni az izolációból, miközben fönntartja a közel-keleti proxiainak a hálózat. Tehát is. Tehát, hogy a kettő azért együtt nem nagyon működhet, és ezért azt gondolom, hogy a Pezeshkiannak, vagy az iráni külpolitikának nehezebb dolga lesz. De lehet, hogy olyasfajta üzenete is van, ami nem feltétlenül Iránnak szól. Tehát esetleg az amerikai demokratáknak szól, akik ugye határozottan ugye puhább hangot, vagy engedékenyebb tónust szoktak Iránnal szemben alkalmazni, a republikánusokkal szemben. Tehát, hogy a másik oldal felé is ugye üzenet, hogy nem kéne annyira sietni az Iránnal való kapcsolatok helyreállításában. Én ezt gondolom jelen pillanatban az eseményekről.
Nem csak a Hamas politikai vezetője, hanem a Hezbollah vezérkari főnöke is meghalt egyébként ezen egy napon leforgása alatt. Őt Libanonban érte utol a végzet, és mind a kettő eset köthető ugye Iránhoz. Itt az első, amiről beszéltünk, a Hamas politikai vezetőjét Iránban likvidálták, és a Hezbollah pedig mint egy iráni proxy van számon tartva, tehát ez pedig ezért lehet egy fájdalmas csapás, úgymond Irán számára. Melyik az, amelyik jobban fáj most Iránnak? Illetve kérdezném onnan is, hogy ugye azt nyilatkozták, hogy csapást fognak mérni Izraelre, valamilyen módon vissza akarnak vágni, hogy erről tud-e mondani bármit, hogy itt az elnöki beiktatás után milyen válaszra lehet számítani? Igen. Én azt hiszem, hogy egyetemen a Hanének a megölése Teheránban a nagyobb csapás Teheránnak. Az, ahogy mondtam, ez tekintélyét rombolja, az elrettentő kapacitását rombolja, a szövetségesei előtt az erősségét rombolja Iránnak. Ehhez képest a Hezbollah katonai magasrangú katonai tanácsadójának a megölése Libanonban, azt én inkább az észak-izraeli Majdal Shams városában meghalt drúz gyerekek, 12 drúz kis gyerek vagy fiatal miatti megtorlásnak tartom. Tehát ott ugye az illető ugye jó lett Hassan Nasrallah tanácsadója, meg állítólag meghalt egy iráni tanácsadó is ugyanabban az épületben, Beirutban, ezt talán kevéssé hangsúlyozzák a hírekben, tehát abban a csapásban ottan többen meghaltak. Tehát én úgy gondolom, hogy az a Hezbollahot érinti, nem roppantja össze Hezbollahot, de nyilván lassítja az akciót, hiszen az a személy, aki meghalt, az a Fuad Shukur, ez közvetlenül felelős a Hezbollah Izrael elleni akciónak a tervezéséért, és ezekben Hassan Nasrallah egyik fő tanácsadója van szó, nyilván jó iráni kapcsolatokkal. De mégis úgy gondolom, hogy Ismail Haniyeh megölése Teheránban, egy észak-teheráni, nevezzük úgy, elvileg jobban őrzött helyen, még egyszer mondom, erről a technikai katonai szintekről minimális információ szivárgott ki, az nagyobb csapás Iránnak, mert ez egy üzenet is, és az üzenetből Irán nem jön ki jól, se a diplomáciailag, se a tekintélyében, és hát most lépéskényszerbe kerül, hiszen a iráni radikálisok nyilván bosszúért kiáltanak. És itt rátérnék a második kérdésére, hogy mit terveznek, hogy terveznek, nem tudjuk. Ugye az kiszivárgott, hogy tegnap reggel az iráni kormány rendkívüli értekezletet tartott, méghozzá a helyszíne a rendkívüli értekezletnek az Ali Khamenei, Irán legfelsőbb vallási vezetőjének a rezidenciája, vagy valamilyen olyan hely volt, ahol ő ott volt. Ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy itt az iráni állam élén ugye nem az elnök áll, hanem a legfelsőbb vallási vezető, és ő az, aki mondjuk háborús üzeneteket, hadüzenet küld, vagy békét küld, vagy elrendelje, aki megtámasztja. Az iráni elnök az mondjuk végrehajtója a legfelsőbb vallási vezető akaratának, vagy kommunikátora. Én azt gondolom, hogy mi lesz, hogy lesz, az nem tudjuk. Mégis, ha végig gondolnám, és az iráni politikai élet szempontjából nézem, akkor valamilyen válasz lesz, de talán nem olyan átfogó erejű válasz lesz, mint mondjuk áprilisban. A analógiaként az Ismail Haniyeh megöléséhez én a Qasem Soleimani megölését tudnám fölemlíteni a hallgatóságnak 2020 ugye januárjában. Akkor is ugye az történt, hogy ugye egy amerikai bázisra lőttek ki rakétákat az irániak, de az egy korzott mértékű csapás volt, amiből nem alakult ki közel-keleti háború. Hát összességében, ha geopolitikailag nézném a dolgot, azt mondanám, hogy igen, Irán válaszolni fog, igen, ez valamikor közeljövőben, akár közeli napokban bekövetkezik, nem biztos, hogy ez kellemes lesz Izraelnek, de nem is számítok arra, hogy több száz drónt eresztenek rá
inkább mondjuk valami fajta középhatótású rakétával, vagy esetleg intenzívebb Hezbollah támadásokkal kalkulálnak, de nem tudom ezt kitalálni, megmondom őszintén. Jelen pillanatban ugye a Haniyeh temetési szertartása zajlott az utóbbi órákban Teheránban, amelyet, ahol személyesen Ali Khamenei is megjelent, és ugye imádkozott ugye koporsójánál. Ugye innen viszik Haniyeh-nek a koporsóját vissza, Dohában lesz a temetés egyébként. Haniyeh-nek egyébként milyen kapcsolatai voltak Iránban? Ugye ez azért érdekes kérdés, mert eddig arról hallhattunk, hogy elnézést, elfelejtettem az ország nevét, ez kellemetlen. A Hamasz vezetői ugye nem Iránban tartózkodtak eddig. Katarban élt. Na, ezt akartam, bocsánat, elnézést kérek. Haniyeh-nek milyen kapcsolata volt egyébként Iránnal, és ezt azért kérdezem, mert részt vett ugye az elnöki beiktatási ceremónián is, viszont eddig, amióta kitört a gázai háború, arról hallhattunk, hogy a Hamász legfőbb vezetői Katarban tartózkodnak, és nem feltétlenül Irán volt itt a fókuszban, amikor róluk volt szó. Mit tudunk ezekről a kapcsolatokról? Hát nézze, ugye Ismail Haniyeh a Hamász politikai vezetője volt. Tehát a Hamásznak van egy katonai vezetője, ugye ez Yahya Sinwar, aki még mindig Gázában harcol. És van egy politikai vezetője, aki ugye a Hamász képviselte, vagy képviseli hivatalos vagy félhivatalos nemzetközi tárgyalásokon, ahol a Hamászt elfogadják tárgyalópartnernek. Ez főleg az iszlám világot, esetleg Oroszországot, esetleg Kínát jelenti. Nyilván a nyugati világban a Hamász nem fogadják el terrorszervezeti jellege miatt tárgyaló partnernek. Most ugye a Hamász genetikusan az egyiptomi muszlim testvériségnek a leszármazottja, vagy ahhoz kötődik inkább, tehát szunnita egyiptomi háttere van, de az utóbbi években abban a szerepben találta magát, hogy az Irán proxik mellé sorakozott föl. Hát hagyományosan nem egy klasszikus Irán proxiról van szó, hiszen például a szír polgárháborúban 2011 után a Hamász Assad ellen harcolt, miközben a Hezbollah Assad mellett, tehát a Bashar al-Assad szír elnök mellett harcolt. Aztán ugye a két fél kibékült, már a Hezbollah és a Hamász, és ugye a Hamász is befejezte a szíriai akcióit, mert ugye onnantól fogva olyan jelentős iráni támogatást kapott, anyagilag, katonailag, stratégiailag. Tehát úgy gondolom, hogy Ismail Haniyeh 2017 óta lett a Hamász politikai szárnyának a feje, és akkor hagyta el Gázát, azóta nem is járt ott, és ugye akkortól települt át Katarban. Ugye Katar egy nagyon érdekes hely, mert a kis Katarnak van egy olyan külön politikája, hogy az ilyen félhivatalos, el nem ismert, kvázi terrorszervezet csoportokkal föntart egyfajta egészen jó networköt, és elismeri őket, mint lásd például a tálibok. Lásd a Hezbollah, lásd a Hamász. Na most ugye ő, a Ismail Haniyeh ezért települt át Katarban, mert ott legálisan működhetett a Hamász. Ott volt irodáig, vagy ott van irodáig. Most ugye szerintem 17, amióta ő 17 óta oda települ, azóta ő nagyon intenzív iráni kapcsolatokat épített ki. Tegyük hozzá, hogy Katar és Irán is egymáson nagyon jóban vannak, bár ugye itt sem teljesen egy azonos az ideológiai, vallási, kulturális háttér, de mégis főleg a szaúdiakkal való rossz viszonyuk miatt mind a két fél, ugye, egy hajóban találta magát, plusz a világ legnagyobb földgázmezője fölött ül Irán és Katar. Tehát van egy közös gazdasági érdekeltség is. 17 óta a Haniyeh nagyon sokat járt Teheránban. Egyértelműen ő az a broker, aki a Hamásznak az iráni kapcsolatait építette, és ugye ebben döntő szerepet játszott. Ugye pénzügyi, katonai és egyéb téren. Az is, és hát nyilván az ő kiesése most, az nyilvánvalóan a Hamász számára is egy nagy veszteség, bár már tudjuk azt, hogy ugye valószínűleg Khaled Meshar veszi át a szerepét a Hamász politikai szárnyaiban. A Haniyeh volt egyúttal a gázai, ugye a gázai tűzszüneti tárgyalásokon a Hamász képviselője Egyiptomban, és Katarban. Tehát e szempontból a gázai a békeszüneti, vagy a gázai ügyekben való diplomáciai lépések, és valószínűleg erősen lassulni fognak Haniyeh kiesésével.
Azt lehetett hallani itt az elmúlt hetekben, hogy egyre közelebb lehet egy izrael-libanoni háború, mármint izrael-hezbollah háború, nem tudom mennyire nevezzük ezt libanoninak, és most itt az események fényében, akár a Golán fennsíkon történt támadás és a gyermekek halála fényében sokan azt gondolták, hogy na most fog elkezdődni ez a háború. Hogyan látja ezt a helyzetet? Már csak azért is, mert szorosan kötődik Iránhoz, ugye a Hezbollah terrorszervezet, és gondolom, hogy itt az iráni szálak is nagyon fontosak. Én azt gondolom, hogy ott most nagyon kemény a helyzet, hónapok óta, ha csak arra gondolok, hogy Észak-Izraelből több mint 100-150 ezer embert kellett kitelepíteni, szünetelnek a mezőgazdasági, a szezonális munkák, ugye, és ezen kívül az ott évők nem teljesen védettek, ugye időről időre vannak ugye Hezbollah támadások, de ezek a Hezbollah támadások Észak-Izraelben mégsem érik el azokat, azt, amit megtehetnének. Tehát időről időre a Hezbollah jelentkezik rakétákkal, a drónokkal, vagy küld olyan videókat, amelyeken például hajfai objektumok vannak levideózva, hogy megmutassa, hogy ez ilyen fenyegető videók, hogy megmutassa, hogy mit tehetne még. Mégis azonban azt gondolom, hogy a Hezbollahnak nem érdeke, hogy totális háborúba bonyolódjon Izrael, mert az a Hezbollah számára valószínűleg nagyon komoly veszteséget jelentene, igaz Észak-Izrael számára is. Inkább egy ilyen alacsony vagy közepes intenzitású, állandóan fenntartott nyomásgyakorlásos konfliktus akar csinál a Hezbollahot, amelynek a fő célja, hogy ameddig Izrael Gázában harcol, addig csinálják ők ezt Észak-Izraellel. A mostani helyzetben nyilvánvalóan a Masjid al-Shamsi merénylet, vagy tragikus, meg ugye mély emocionális hullámokat felkorbácsoló gyerekhalálok miatt megint ugye kiérződött a dolog, plusz ugye a gyors izraeli válaszlépések után. Ismail Haniyeh megölése ugye rátehetett a lapát, de mégis azt gondolom, hogy azzal, hogy számítok mind a Hezbollah, mind pedig Irán részéről valamilyen erősebb válaszlépésre, mégsem gondolom azt, hogy tudatosan eszkalálnák a közel-keleti háborúvá fejlesztés irányába a dolgot iráni és Hezbollah részéről, mert nem érdekük az, hogy a saját eddigi pozíciókat feladják. Tehát nekik fontosabb, aki a már meglevő geopolitikai súlyuk és befolyásuk Izrael körüli helyzet, fenntartása egy esetleg számukra vereséggel vagy visszavonulással járó nagyobb közel-keleti háborúnál. Akkor én még egy utolsó témát hagy hozzak ide. Az amerikai hírszerzési közösség figyelmeztetése szerint az idei novemberi elnökválasztások során a külföldi szereplők aktívan próbálhatják majd befolyásolni a folyamatokat, és itt Oroszországot és Iránt említették meg, illetve voltak olyan, nem tudom, pletykának nevezzem, vagy csak fals híreknek, vagy valamilyen valóságtartalma is lehet ezeknek, hogy a Trump merénylet mögött is akár iráni szálak lehetnek. Kíváncsi lennék arra, hogy egyrészt reagálnak-e Iránban ezekre a hírekre, illetve valóban elképzelhető-e az, hogy Iránnak vannak olyan szintű kapcsolatai, akár érdekei, amelyek az amerikai elnök választásra vonatkoznának? Igen, én azt hiszem, hogy a Trump merénylet mögött nincsen iráni szál. Ez egy, amit olvastunk róla, ez a fiatal ember, zavart, mentális állapotú fiatal ember, inkább a magányos merénylő kategóriába tartozik. Az, hogy online ő milyen videókat nézett meg, azok inkább arra utalnak, hogy ő az ilyen tömeggyilkosságok, vagy magányos merénylők utódjának gondolhatta magát. A másik azonban, azt viszont már tudjuk, már a 2020-as választásokkor óta tudjuk, hogy Irán és Oroszország nagyon is szeretne, és nagyon is szeretne beavatkozni, vagy tenni lépéseket, például az online közösségi médián keresztül befolyásolni az amerikai közvéleményt. Ez azt jelenti, hogy ugye ilyen chatbotokkal, fake identity-kkel, Facebookon, Instagramon, WhatsAppon és egyébben keresztül küldött üzenetekkel, hamis ugye, identitások létrehozásával terjesztenek olyan üzeneteket, vagy olyan provokatív
érzelmeket fölkobácsoló, hát nevezzük úgy híreket, amelyekkel próbálják az amerikai közvéleménykor egy részét maguk megállítani. Erre Irán költ. Tehát Iránnak van egy komoly hacker hadserege. A forradalmi gárdának komoly cyber hadserege van, és vannak Irán barát hacker csoportok, akár tetszik, akár nem. Ezek bizonyosan nyilván a befolyásában, vagy a hatékonyságában nem olyan híresek, mint mondjuk az oroszok, vagy a kínaiak, vagy másoknak a hacker csoportjai, de nyilván ne becsüljük alá. A másik az, hogy ugye itt az egésznek a persze a kimenetele, még az is befolyás, hogy ugye Irán ma már szívesen hivatkozik az izrael ellenes tüntetőkre, tehát azokra elsősorban baloldali, demokrata, szimpatizáns amerikaiakra, nyugatiakra, akik ugye különböző egyetemi kampuszokon, vagy máshol ugye Izrael ellen kampányolnak. Adott esetben ezek a csoportok nyilván élvezhetik az iráni állam online jó tanácsait is, és adott esetben ezek a csoportok nyilván hallathatják a hangjukat az elnökválasztások alatt is. Még csak annyit, hogy itt Iránnak és Oroszországnak az érdekei egybeesnek, amikor az amerikai elnök választásról van szó? Hát ez egy jó kérdés. Én azt hiszem, hogy az iráni külpolitika, hivatalosan az iráni külpolitika most azt mondja, különösen például Pezeskian vagy Zarif, akik ugye most kormány közeli külügyminiszter, esetleg külügyminiszter, vagy mindenképpen befolyásos figura, azt mondja, nekik mindegy, hogy Trump vagy mondjuk Harris lesz az amerikai elnök, az iráni külpolitikai érdekeket ez nem befolyásolja. Mégis azonban azt gondolom, hogy még a iráni szempontból egyértelműen Harris lenne nekik a jobb. Annak fényében, hogy Trump ugye elég szigorú irán politikája az, mivel járhat. Orosz részről én nem értek Oroszországhoz, tehát nyilván Oroszország alaposan mérlegelni fogja azt, hogy itt mi van. Én azt hiszem, hogy nyilván, hogyha belegondolunk, itt inkább a józan észből kiindulva, inkább a Trump felé hajlanának az oroszok, ami viszont nyilvánvalóan az iráni szövetségeseiknek nem annyira feküdne. Tehát értem a kérdésének a lényegét. Ez a jövő zenéje. Nyilván az iráni orosz szövetség az vita felett áll. Meglátjuk, hogy mit hoz az ősz. Nagyon szépen köszönöm, Sárközi Miklós volt a vendégünk, iranista, történész, a Károli Gáspár Református Egyetem docense. Én köszönöm a lehetőséget.